Na most, természetszerűleg a dolog nem ennyire egyszerű, mert például ezeket a bizonyos wanted buy, meg wanted információkat szintén le kell írni valahogy a file rendszerben, önálló fájlokként jelennek meg ebben az előbbemleges RTC per system, D per system alatt. Azaz még mindig több file, hát nem biztos, hogy lett, de ugyanannyi biztos van, mint a scriptes környezetben, csak egy szerintem még jobban elbonyolított környezet. Na most, én ezt meglehetősen csúnyán úgy vezettem föl ezen az előkorábbi előadáson, hogy a SystemD fejlesztőiről teljesen jól sugárzik, hogy ők már pedig csak az egész világot fogják meghódítani, hogy az upstartnál init controlnak hívtuk az eszközt, itt már eleve system controlnak hívjuk. Azt, amivel őt, ugye magát, ezt az egyébként meglehetősen csekély funkciójú részt szabályozni lehet. Többségében ugyanazok a paraméterek majd, hogy nem ugyanúgy működnek, start, stop, restart, le, enable, disable. Az enable, disable-nek hasonló nem volt. Ezzel gyakorlatilag egy adott szolgáltatásnak a globális letiltását, illetve engedélyezését lehet elérni, és ugye ezzel tudom biztosítani, hogy hát akkor a továbbiakban a következő buttól már nem fog futni, vagy pont fordítva. Na most, ami egy kicsit bonyolítja a helyzetet, hogy az egyéb iránt megkülönböztetendő célokra is mondható, systemd enabled, vagy mondjuk restartot, illetve a szervizekre is mondhatok, system control-nal ilyen igényeket, hogy most futtatni akarom, státust akarok megkérdezni. Viszont ellentétben az előző kettővel, itt neked fejből tudnod kell, hogy ő most target, mert hogy a paraméterként azt kell mondanod, hogy multi-user target, vagy ő egy szerviz, mert hogy a paraméterként meg kell mondanod, hogy az ilyen és ilyen nevű szerviz az, amit te engedélyezni, elérni akarsz az adott pillanatban, ezzel az init kontrollal. És hát a folytatás ugye annyi, hogy az előző parancsokhoz képest picit fel van cserélve a paraméterezés, tehát, mint látható, system control enable, és csak utána van, hogy mit. Init controlnál fordítva. Ugye az RC scripteknél ugye magának a scriptnek a nevében benne volt maga az alkalmazás, hogy mit akarok indítani, és ugye az utolsó paraméter volt, hogy most elindítani, leállítani, mit akarsz vele. Itt meg ugye ez a két paraméter, tehát hogy mit és mit csinálok, az egyszer megcserélve. Na most, nekem per pillanat a system control-al nagyon sok bajom van, illetve nem is a system control, magával a system D-vel nagyon sok bajom van. Ez egy egyedi szociális probléma, ezt tudom. Tehát, azzal kapcsolatban, hogy neked erről mit kell tudni és mit nem, visszatérnék a kiindulási állapotra. Mit kell belőle tudni? Bizonyos információkat a System 5 init működéséből, felépítéséből, egyszerűen azért, mert ehhez tartozó scripteket gyártanak. Egyelőre még a third party alkalmazás fejlesztők. Ugyan azok a terjesztések, amelyek áttértek upstartra, illetve systemd-re, azok igyekeznek ezeket az init scripteket átírni upstart jobokra, illetve targetekre, szervizekre. De mi a de? Nyilván még nem végeztek. Még mindig vannak olyan alkalmazások, amelyekhez nincs meg az adott init helyettesítő szükséges saját natív, mondjuk úgy, hogy konfiguráció. Azaz, Ubuntu-ban is vannak init scriptek, OpenSUSE-ben is, Fedora-ban is vannak init scriptek, függetlenül attól, hogy az Ubuntu az éppen upstartot használ, a Fedora az még éppen systemd-t használ.
ami elég érdekes, az az, hogy mint mondtam az elején, a jövő úgy tűnik, hogy a System D irányába megy. Tehát a jelenleg hallható információk, meg tervek, meg ez így fog működni alapján, mint mondtam, a Red Hat is átvált, az lesz a legszebb, a SUSE is átvált. Hát mondjuk nem tudom, mi lesz az Ubuntu-val. Én úgy képzelem, hogy a saját gyermeküket nem fogják kidobni, hanem majd még csiszolgatják. Nem tudom, mi lesz a Debiannal. Az más kérdés, hogy a Debian az például olyan szempontból mindenképpen kakukktojás, hogy az előbb felsorolt disztribúciókkal ellentétben nem csak Linux kernel alapú Debian létezik, hanem egyébként BSD alapú is. Na most a SystemD, ezt nem mondtam, mert kit érdekel, nagyon sok totálisan Linux-specifikus funkciót használ. Aminek egyébként nagyon kellemes tulajdonságai vannak, ugyanis például le lehet egy egész szolgáltatáscsoportot egy mozdulattal állítani, függetlenül attól, hogy az most egy processz, három processz, 10 processz, és ezek a processzek egymással rokoni kapcsolatban vannak, vagy egymástól teljesen függetlenek. Ezt SystemD alatt meg lehet csinálni, hogyha ők egy szerviznek, egy célra vannak definiálva, akkor ez megoldható. Upstart-tal, sysv-init-tel ilyet nem lehet. Ami nem állítom, hogy egy létszükséglet, de vannak, akik szerint igen. Úgyhogy nincs más hátra, mint lassan el kell fogadnod, hogy ha Linuxoznod kell majd valamikor, akkor ebből a háromból nagy eséllyel legalább kettővel fogsz találkozni. Ami egyetlen pozitívunként talán hozzárakható, az csak annyi, hogy nagy eséllyel nem kell ilyen mélységig sem ismerni ennek a felépítését és a működését, hanem körülbelül annyit, hogy script start-stop, init control start-stop, system control start-stop, körülbelül, illetve nyilván akkor kell, hogyha te új alkalmazást akarsz systemd-síteni vagy upstartosítani. Abban az esetben persze előfordulhat, hogy érdemes ennél kicsit mélyebben belemászni. Láttam már embert, akinek mind a kettő tetszett, úgyhogy még az is lehet, hogy egyszer én is meg fogom szeretni, még nem tartok ott. Na most, úgy gondolom, hogy újfent időszenű némi rövidebb szünet, és itt folytatjuk akkor, hát egy olyan jó 10 perc múlva.